Hello, szavaztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. A mai napon megnézzük a K.O. the Kangaroo című platformer játék legújabb változatát, ami 2022-ben jelent meg, tehát a legeslegújabbat. Ha jól emlékszem, 22-ben jött ki. Úgy emlékszem, vagy idén? Nem, ugye? Tavaly? Én már nem tudom. És... még... azt hiszem több évvel ezelőtt, ugye a K.O. the Kangaroo Round 2, tehát a sorozat másik részt, ami nagyon-nagyon régen jelent meg, azt egyszer megnéztük, ha jól emlékszem, talán élő műsorban a csatornán, arra egyszer ránéztünk, és arra gondoltam, ha már ezt az új epizódot ingyen osztogatták, akkor egy videó erejéig akkor nézzünk rá erre is, hogy ez miféle. Rögtön egy-két dolog, ami... a játékkal én nem játszottam semennyit. Jó, tehát... a játékban az intrót néztem meg, illetve hogy az elején, hogy milyen a performance, de... igen, a sebességre annyit, hogy az valószínűleg elég szar lesz. Unreal Engine 4-ről beszélünk. Tehát itt bármikor... szinte bármilyen mértékű sebesség esés, sebesség probléma előfordulhat, mindenféle logikus magyarázat nélkül. Főleg ugye shader compilation és traversal akadások várhatóak igen nagy mennyiségben, úgyhogy ha a framerate szar lesz, de én Unreal Engine 4-es játéknál én ezzel már nem fogok foglalkozni. Én a fejlesztő helyet nem fogom rendbe tenni a technikai részt. Ha egyszer szar alapokra épül, az nem az én döntésem volt. Na minden esetre, a játékhoz az első két résszel ellentétben sajnos ehhez a részhez nincs német szinkron. A korábbi részekhez volt, de a kiadó valamiért úgy döntött, hogy ezúttal nem csinál hozzá német szinkronot, hogy angol szinkronnal fog menni, viszont van hozzá hivatalos magyar felirat. Azaz, gyárilag, ugye out of the box benne van a magyar felirat a játékban. Illetve, még egy dolog, ami nekem rögtön feltűnt a játék indítása után, és amiért a fejlesztők óriási nagy, gigantikus seggberúgást érdemelnének, olyan szinten rúgnám őket páros lábbal seggbe, hogy lábuk nem érné a földet. 2000... mindegy, akár 21 vagy 22-ben, vagy 23-ban jelent meg a játék, teljesen mindegy, PC játékról beszélünk 2022-ben. És a játék... nem támogatja az egeret a főmenüben. A menüben nincs egér! Nincs! Tehát nézd meg, bemész a beállításokba, és mit látsz? Delete és page down-nal tudsz ott fönn mozogni. Az egeret felejtsd el. PC játékban. Ugye? Tehát én ilyenkor úgy elbeszélgetnék a fejlesztőkkel, hogy tisztában vagytok azzal, kedves fejlesztők, hogy mit jelent az, hogy PC? Mert szerintem rohadtul nem. Na mindegy, ez nekem csak így rögtön feltűnt. És ez szerintem, ez egy olyan nagyon-nagyon súlyos hiányosság, amiért az én szememben nincs pardon, semmilyen fejlesztő, nem érdekel, hogy kik csináltak egy adott játékot, amelyik fejlesztő ilyet elkövet 2020 után, szerintem az, arra nincs pardon. Ezt nem tudom szebben mondani, szerintem hatalmasak berúgást érdemelnének ezért. Vagy inkompetensek, vagy nem tudom, de ez gáz. Mindenesetre a grafikát belőttem ultrára egész egyszerűen azért, mert a játék így is, úgy is akadni fog, mint a rosszabb, nagy valószínűséggel, amit mondtam, Unreal Engine 4. Ugye teljesen mindegy, milyen presetet állít be az ember, és teljesen mindegy, milyen gépet raksz alá, akadni fog. Jó, tehát... és mivel a grafikai szint az egy az egyben Spyro Reignited trilógia szintjén van, így minek vegyem lejjebb? Tehát, ja. De nézzük meg, elég ennyit a bevezetőből, 5 perc után kezdjünk is neki, jó? Még gyors egy utolsó dolog, amit így gyors felhoznék, megemlítenék.
egy PC verzió, tehát egy PC játékot elindít az ember, és rögtön a főmenüben azonnal az arcába tolja hatalmas betűkkel, hogy használj kontrollert, hülye gyerek. Nem fogok. Tehát ilyet ne csináljunk már PC verzióban, könyörgöm. Tehát ez annyira gáz. Tehát egér nem működik a menüben. A PC verzió kiírja, hogy kontroller használj. Számomra ez már így önmagában bizonyítja, hogy ez egy fos PC port. Már elnézést a kifejezésért, de számomra innentől ez már nem lehet jó. Ez nálam már kizáró tényező. Jó? Tehát új játék. Igen. Mindjárt mondom, hogy meddig néztem meg. Itt az intro alatt azért nem lesz akadás, mert egyszer ezt már mondhatni, lejátszottam, de itt a shadereket már létrehozta a motor. Jó, itt most azért nincs. Itt csak az átlagsebesség omlik össze, de... Ugye a shader compilation akadás csak akkor van, amikor egy teljesen új shadert kell betöltenie a motornak. De mindjárt elérkezünk ahhoz a ponthoz is. Igazából tényleg csak az intrót néztem meg. Eddig a pontig néztem meg a játékot, tehát innen mondhatni új. És itt, fontos, itt már működik az egér. Tehát a maga a játék tudja kezelni az egeret, ismeri, de a főmenüben valami le van tiltva. Senki ne kérdezze, mert igen, az égvilágon semmi logika nincs a mögött. Látod? Tehát a grafika, nem túloztam, ez egy az egyben Spyro Reignited a trilógia szint, jó? Tehát semmivel nem szebb annál, az égvilágon semmivel. De az, hogy annál sokkal szarabbul fut, az szerintem úgy finoman fogalmazva nagyon-nagyon gáz. De hát nyilván itt azért nincs olyan csapat emögött. Azt írta a játék, hogy nyomjak E betűt. Megnéztem, hogy mit csinál az E betű. Do not resist. Hát itt ugye lehet pofoszkodni, meg mit tudom én. Annyira nem merültem bele akkoriban a mi az második, ja, most nem látjátok, de ott len vannak valami körök, ott 1-3, nem tudom mi az, fogalmam sincs. Majd, hogyha lényeges lesz, akkor foglalkozunk vele. Ez most a töltőképernyő, aha. Aha, most ti is láttátok, oké. Okay. I think Kaya's in trouble. Did you have another nightmare, K.O.? It was more than that. It was like Kaya was trying to tell me something. Maybe she knows what happened to Dad. I have to help her. Please, don't try to stop me, Mom. Don't worry. I won't. What? You won't? I tried to stop your father, and it didn't work. I tried to stop your sister, and she ran away. Stubbornness clearly runs in the family, so I'm not going to make the same mistake again. All right. What's the catch? If you go, you go well prepared. Go and find Walt first. He's probably checking the area around the dojo. He has to do it more often lately. Okay. I'm on my way. Thanks, Mom. You're the best. Of course I am. Oké, okay. Menj el a dojo-ba. Jó. Jó, hát környezeti interakció sajnos úgy látom nem létezik. Növények nem reagálnak.
Húh! Igen, de jönnek a... Meg át, most az átvezetőben láthattátok a... Igen, gigantikus shader compilation akadásokat. Lehet, hogy még traverzál akadások is vannak. Mintha az előbb... Habár... Lehet, hogy shader compilation akadás volt. Nem traverzál stuttering. Ó, igen! A másik kedvencünk ennél a motornál. Nagyszerű. Ez nagyon jó lesz. A space gomba átugorhatsz tárgyakon és szakadékokon. Oké? Igen. Jó, a space... jó, ez így oké. Hú, de kárra nincs német szinkron hozzá, mert az angol az, hát nem tudom, nekem olyan furi. Mármint... A hangok meg a izé... Olyan... Fura volt ez a párbeszéd az előbb, nem tudom. Sekélyvíz. Sekélyvízben nem halsz meg, de lelassít. Tehát ez is sekélyvíz. Aha. Aha. Kapaszkodás. Ugyanis közben nyom meg a space gombot, hogy megkapaszkodj a szegélyeken. Tehát igazából akkor double jump. Várjál már. Ó, oké, oké, oké. Aha. Where are you taking me? Hát nagyon minimális, igen, a fű mondjuk elhajlik, tehát van minimális interakció, de igen, hát ez finoman fogalmazva rendkívül minimális. Ha valami túl magasan van, akkor a space-space kombináció, aha, dupla ugrás. Aha, jó, tehát van dupla ugrásunk rögtön az elején, az nem is baj. Azaz. Hát akkor gondolom erre tovább. Ja, hogy te... Aha, tehát az a hölgy, akit az elején az intróban elrabolt valami, vagy valaki, nem tudom micsoda, az K.O. testvére volt, nővére, vagy húga. Aha! Aha! Titkos helyek. Fedezd fel a titkos helyeket, a további jutalmában részesülj. Oké. I hope Walt is somewhere around here. Oh! Oda nézzé! Mennyi pénz? 120 pénz! Itt a K betű. Oh! Ugye ez így működik? Hát az előbb nem volt még, mintha az előbb láttam volna ottan. Jó, de nem lehet fölmenni. Aha, jó. Jó. Hui! Akkor erre tovább. Gurulás. Q betű a gurulás? Ki találta ezt ki? Aha, ahol állva nem megy. Jó. Mégis nem olyan gáz a Q betű sem, de szokatlan. Mondjuk úgy kicsit csak szokatlan. Várj egy picit. Ja persze, jó. Hülye, naiv fejemmel egérrel próbálok navigálni a menüben 2023-ban. Én naiv hülye. Mit képzelek? Kamera érzékenység. Az igen. Tehát, hogy... Hát... Jó. Aha, most egy picit jobb. Oké. Okay. Túl érzékeny volt. Halló! Mentési pontok. Ezek a pontok elmentik a játékállásodat, ha esetleg meghalnál. Mondjuk például abban rendkívül mély vízben. Ez itt mély víz? Nézzük meg milyen, ha meghalunk.
Oké. This must have something to do with the dream I had. Nem tudom, engem egy picit valamiért úgy bosszant, ahogy beszél a főszereplő, a K.O. Nem tudom. Olyan fura. Pont ilyen játékoknál lenne áldás egy alternatív szinkron. Amúgy nem csak német nincs benne, nem tudtam, már semmilyen más alternatív szinkron nincs. Okay. Ciao. I'm sure Walt would know what to do. Életek. 5 életem van. Egy K.O. élet új esélyt jelent. A pályákon találhatóak meg, vagy megvásárolhatod őket a boltban. Minél több van nálad, annál jobb. Egy láda? Are these Dad's gloves? That was cracking. You rang him like a bell, coach. Those were some pro moves. I am a pro. Wait, what have you done? Isn't it great? I found Dad's gloves. Someone buried them. I did, with good reason. It was you? But why? Something evil going on. Darkness. Why your dad left? To defeat it. Same darkness corrupted his gloves. Look normal, maybe. Their power changed. Your father noticed. Kaya wanted me to find them. It was her that led me to the gloves. What? Explain. I dreamed about her before coming to look for you. She was trying to tell me something. When I woke, Mom agreed that I should go help her. She what? Then I came here to look for you. Kaya's ghost or whatever that was led me to the gloves. The world? Now upside down. Must forget everything I think I know. You are right. Can't ignore the signs. Too many now. So you help me do my own whacking and cracking like you did? Get me ready for the journey to save Sis? I bet together we'd be able to figure out what happened to Dad. First, prove you are ready. Try the gloves. Maybe good can come from them. Come, show me what you can do. Még gyors egy dolog. Én tényleg a világért nem akarnék túlságosan negatívnak tűnni, és nem akarnék soha hálátlannak sem tűnni. De attól még nem árt észrevenni, hogy ez a hivatalos magyar felirat. Hát, nem túl jó. Hagyd abba, légy szíves. Most ebben az átvezetőben is több olyan teljes mondat volt, aminek semmi köze nem volt az eredeti angol szöveghez. Tehát, hogy most figyeltem, külön figyeltem a angol szinkront és a magyar feliratot. Egyszerűen rengeteg, brutálisan sok a nagyon-nagyon durva félrefordítás. Nem csak a félrefordítás, hanem több olyan mondat van, ahol teljesen más mondtak a szereplők. Totál mást. Tehát tök jó dolog, hogy van magyar fejet, és tényleg
tök jó fej, aki megcsinálta, és elküldte a fejlesztőknek, hogy berakják a hivatos böldbe. De ennek így mi értelme? Tehát, hogy... Lehet, hogy most azért le leszek kurrogva, nem tudom, de ez így... Az én szememben ez így gáz. Tehát ennek így én nem látom értelmét a magyar feliratnak. Egyszerűen ez így rossz. Ezer bocs, főleg attól, akik csinálta, de ez így... Ez így... Uff... Bocs. Bocs srácok, de... Ezer bocs. Vagy német, vagy visszarakom angolra. Átrakom németre, hogy megnézem, hogy ott mennyire jó vagy rossz a helyzet. Egyszerűen... Az a baj, hogy amikor olyan szinten történik félrefordítás, hogy más, teljesen más szerepel a feliratban, mint amit mondtak a karakterek, az engem már nagyon zavar. Akit nem, annak tök jó, de engem ez már nagyon zavar. Nekem szimplán ez így nagyon rossz, ez a magyar felirat. Bocs, de... Nem én csináltam a magyar feliratot, jó? Tehát ne engem vegyetek elő. Most így folyamatosan zakadt ez a fejemben, hogy most egy konkrét példa, amikor most beszélt ezzel azzal a csávóval ott, amikor mondta, hogy... Tehát az angol szinkronban azt mondta, hogy együtt talán ki tudjuk deríteni, hogy mi történt ugye ezével, hogy együtt több esélyünk lesz megtudni, vagy kideríteni, hogy mi történt, és akkor mi van a magyar feliratban? Együtt biztos jobb lesz. Mi? Mi lesz jobb? Tehát, hogy... Értitek? Tehát rohadtul nem mindegy szerintem, mert... De mondom, ez csak egy példa, egy mondat volt a sok közül, ahol a magyar fejlet és angol szinkron fényévekre volt egymástól, úgyhogy... Csak ezért állítottam most, tehát, hogy értsétek, engem ez zavar. Dukaten zu finden. Achso! Hát, azt kell mondjam, kár azért a játékért. Mert ebben végül is lett volna potenciál, csak ez sajnos így sok sebből vérzik. Úgy látom. De hát erről szól a sok random gameplay, hogy megnézzünk egy olyan játékot, amit én se ismerek, meg talán ti sem. Megnézzük videóban, hogy nekem mennyire jön be. Kisrák nem tud meghalni, vagy mi? Nutze di drei treffer kombo. Musst ne eldújni alle Gegner zu flitzen. Oh. Ja, hogy ez... Ja, jó, oké. Ezeket... Ez
Ezt én tudom, aha. Hú, az egyik lepottyan. Bornbuslág. Aha, jó, ezt is jó. Ezt más játékból, azt hiszem a Crash Bandicootban is volt egy ilyen, csak ott azt hiszem ilyen hasas volt, amikor Crash ugye csinál egy hasas. Igen. Aha, jó. Tehát ez egy ilyen area damagét csinál. Ciao. Ez mondjuk nem olyan rossz így. Fasz. Plim. Ó. Oh. Adsz még egyet? Figyelj már. Többet nem ad. Oké. Let's get a lesson shipment fun. Aha. Jó, néhány ellenfél... Ellenfél tekercset hagy hátra, amiben van némi háttérinformáció. Hova tűnt? A diszponolt. Na, csak. Nem. Ez sekélyvíznek számít? Hát... Nyakigér. Mit akarsz? Space... Én ezt most próbáltam ki. Azt a mindenségit! Azaz, ész az antárulj. Jó. Hú! Mi az gyémánt? Találtam a gyémántot. Nice. És be lehet menni, de jó. Ez micsoda? Az O betű a nevéből. Na erre nem számítottam, hogy ezeket szét lehet... Na jó, ez mondjuk egy kellemes meglepetés, hogy itt lehet rombolni. Az ágyat már nem lehet. De nem számítottam rá, hogy a bútorzatot szét lehet törni. Ez egy kellemes meglepetés. Jó, kinyitottam a kaput, akkor itt meg is vagyunk, ugye? Itt nem hagyok itt semmit. A szét lehet? Nem. Ó! Ó! Majdnem! Ó, még hogy nem hagyok itt semmit. Bam! Aztán lesz észre? Elég furán mozog ez a polcos szekrény. Azt nem, oké. Okay. Ki? Várja! Focus! Koncentrálj dich, azt csinálom. Igen. Kubetűvel lehet gurulni, amivel talán ki lehet kerülni. Á, itt majd vissza tudok jönni, hogyha leesnék. Meg itt is, aha. Jó, ez világos. Javal!
Azt mondja, lehet dolgokat dobálni. Távoli ellenfeleket meg lehet dobálni. Aha! Ó, jó, és hogyan? Jó. Szerencsére ez nagyon le van egyszerűsítve, aminek én örülök, tehát ez így jó. Gyakorlatilag automata célzás van, ha úgy tetszik. Ez így teljesen jó, ezzel így elégedett vagyok ezzel a játék feature-rel. De... Őt nem lehet lepofozni onnan. Hey! Hát ez könnyebben ment, mint gondoltam. Mennyi követ raktak ide. Okay. Ó, ha mi van ottan? Hát ezt kérem azon nyomban. És még rímelt is. Azaz. Azt meg ott hagytam egy érmét. Trehány formáma, te! Oda nézzé! Azt a mennyi pénz! Már 432 pénzem van. Amúgy a játék egyáltalán nem csúnya, ugye, hát, ugye mondtam, Spyro Reignited trilógia szintű, teljesen jó, amúgy szép, tehát ilyen, hát ja, olyan, mint egy rajzfilm. Mármint egy animációs rajzfilm, szóval értetek, egy cég is. Hogy mi? Ha! Az a dodzsolás, figyelted? Ho-ho! Nesze! Profi vagyok. Ebben is van pénz? Ohó, hogy ne lenne. Király. Amúgy aranyos játék. Hol vagyok? Itt vagyok. Igen, az ilyen fajta párbeszédeknél én nagyon-nagyon hiányolom a szinkront. Mert ugye láttuk, hogy az intróban, illetve az átvezetőkben, a pre-render átvezetőkben, mondjuk az nem pre-render, de ugye a rendes átvezetőkben ugye ez le van szinkronizálva. Ilyenkor én viszont hiányolom. Tehát, hogy ez úgy... Ezt miért nem sikerült az ilyeneket? Hát az ilyet én is már nem fogom megérteni. Tehát, hogy... Aj, ez egy újabb logikátlan dolog szerintem, nem is én szememben az. Miért nem lehetett teljesen leszinkronizálni, ha már... Sokkal-sokkal jobb lenne, nem? Ezek micsodák? Szétütöttem a lufikat, az nekem miért jó? Ez egy matrac? Lámpákat nem lehet? Nem lehet. Azok immunisak a fizikára. Zó! Oké. Ezt a pályát megcsináltuk. Az A betűt nem találtam meg. Átaros sebb vinnél. Illetve egy imántot nem találtam meg. Amúgy K.O. karaktere... Várja.
these on, I'm good to go, right? I can punch anything with them? Not yet. Still don't know their power, how it may affect you. But they're the only thing I have left of that. I want to wear them. Really? You play the sad card? Yeah. Little monster. Wipe those fake tears. Try the gloves on a real opponent. Cool. You ready, coach? Nah. I talk about the terror. Okay. The terror? Sure thing. No problem. Beware, Dark Forest. Cause here I come. That's the spirit. Aha, a szigeten felbukkant néhány furcsa kristály. Oké. Hívjuk őket rúnáknak. Igen, ez egy jó név. Úgy gondolom, hogy ezek a rúnák a kristálykapukkal vannak közvetlen összeköttetésben, amelyek szintén nemrég bukkantak fel. Én nem tudom őket összegyűjteni, de te megpróbálhatod. Az új kesztyűk segíthetnek. Talán azokkal ki tudod nyitni a kristálykapukat. De hát ebben rendkívül rövid átvezetőben a német fejérat tökéletesen stimmelt egyébként. Ezek a lufik itt mire jók? Ennyi? Simán csak despawnol? Bam! Amúgy a főszereplő K.O. karaktere, mármint a karakter design szerintem nagyon jó. Nekem ez a karakter design nagyon-nagyon tetszik. Szerintem tök szépre, tök aranyosra megcsinálták, nem vitték túlzásba sehol. Szerintem tök jó ez a dizájn, nekem nagyon tetszik. A legnagyobb problémám... Mondjuk több problémám is a játékkal, de szerintem a legnagyobb probléma a játéka, hogy nagyon, de nagyon kellene hozzá a német szinkron. Ebből iszonyatosan hiányzik a német szinkron. Ha lenne hozzá... Nincs kizárva, hogy megpróbálnám végigvinni. Még egy shift roll-e. Aha. Hajjá! Ezek úgysem adnak semmit. Ezek... Ezek ilyen bosszok lesznek talán? Jól láttam. Diamant? Ez mi? Gong. Az hármas kombó is tetszik egyébként nekem. Bam! Hú. Vár, lehet, hogy ez... Így elsőre nekem ez egy hub világnak tűnik. Így első ránézésre. Nekem az a tippem, hogy ez egy hub világ lesz. És innen lehet menni különböző pályákra. De lehet, hogy tévedek nyilván. Azt a mindenit! Haha, annyira éreztem, hogy van itt valami. Dankeschön! Egy rúna már meg is van. Így van.
Sei vorsichtig da draußen. Diese Jungs aus dem Lüsterwald sind echte Unruhestifter. Aha, jo, okay. Danke für die Warnung. Jo, bizonyos mennyiséget összekezd szedjek, hogy ezeket a kristálykapokat ki tudjam nyitni. Aha, így van, így van, így van. Kell még egy. Értem, 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 értem. Az viszont tök jó, hogy a összes fűszál elhajlik, hogyha rámegy a játékos. Az jó. Mondjuk ez lenne abszolút minimum szerintem minden játékban. Ez kellene, hogy legyen. Jó, nem hagytam most semmit. Igen, látok még egy tekercset. Jó, akkor menjünk egyszer itt le. Illetve, nézd csak. Oké. Gyémánt! Dankeschön! Mit akarsz? Ciao! Ott van! Nem áll! Nem tudok bemenni! Milyen pókháló akar lenni? Még le van zárva. Fel kell majd gyújtanom később, vagy mi? Jó. Klacs. És az itt? Jó, ez is sekély víz, oké. Okay. Hello. Mhm. Es war Essen, trinkbare Getränke. Willkommen in allgemeinem Gasthaus. Mhm. Igen, ez a másik probléma a játékkal, hogy az ilyen NPC-kkel való interakciót is le kellett volna szinkronizálni, mert ez így nekem megint olyan nagyon felemás érzést ad, hogy az átvezetőkhöz jut a szinkron, de ezekhez az interakciókhoz már miért nem? Tehát... Áh, tujúj. És egy ilyen... hát mondjuk úgy kihagyott zicser a fejlesztők meg a játék részéről. Szerintem elég masszívan javította volna a játék élményt. Az ott nem egy... Fel lehet menni a... Aha! Oda! Hoho! Az is megvan. Most ugye keressük a harmadik rúnát. Mi a fene? Ja, itt már immunisak a berendezések, értem. Árulás! Kikapcsolták a fizikát! Hát a játék elején ezeket még szét lehetett ütni, most már nem lehet valamiért. Jó. Ezeket sem lehet? Nem. Ott van egy élet. Van egy plusz élet. Ó, vannak boltosok! Jede ist ein neuer Leben und Herzfragmente kaufen, falls du welche brauchst. Ja. Neue Kleidungsstücke. Oh, ruházati darabokat is lehet majd vásárolni nála. Új ruhákat. Aha. Aha, aha, aha. Értem. Ezért kell gyűjteni a pénzt. Itt lehet venni életet, vagy olyan fragmentet, a szívecske darabot. Gondolom az a HP töltő, ha jól vettem ki eddig. Illetve, igen, új ruhákat. Hmm. Oké. Okay. És mennyibe kell... Aha. Aha.
Hú, ez kicsit húzós ár. 500. Persze, megint egérre akartam, na mindegy. Úristen. Nekem így jobban tetszik. Várjál csak! Oké. Szövök. Hát itt minden 500-ba kerül, ami... Én egyébként nem teljesen értem, tehát... Ez miért kerül ugyanannyiba, mint egy teljes élet? Amikor ez csak egy... fragment. Tehát, hogy... Nem érzem túl jónak itt a balanszot, ami a vásárlást illeti. Itt voltam az a... Nem itt voltam az előtt. Ó! Ki lehet lőni a világítást? Cool! Na, még egy kellemes meglepetés, jó. Ez viszont tök jó, ez jó. Erre odafigyeltek. Ezzel lehet interaktálni? Nem lehet alukálni itt? Nem. Na, ja. Hú, mennyi kaja. Oké, tehát... hogy tudok statot nézni? Várjál? Ja, így, escape, jó. Aha, kell egy harmadik rúna. Hopalú szigetek. 5 rúnát lehet itt találni. És még 5 gyémánt vissza van. Úha. Hát akkor nézzünk még körbe, hát akkor itt van még itt látnivaló ezek szerint. Már látom is a harmadik rúnát. Ott van. Ott. Jó. Ezt nem tudom hova rakni, hogy itt ugrál ez a szekrény, hogyha ütöm, ez úgy... Ilyet még nem láttam. Érdekes. Ott is van egy gyémánt, innen látom. Látom ám. Éppen hogy nem süllyedtem el. Ezek lesüllyednek, ugye? Ha-ha! Erről van szó. Szevasz! Ciao. Zó! Szedjük fel a rúnát. Hui! Meg is van. Ez az. Hát igen, ez ugye... ez nagyon-nagyon fake ez a megvilágítás, tehát oké, így próbáltak szemléltetni, hogy megszűnt a világítás, de hogyha realisztikus megvilágítás lenne a játéknak, mondjuk lenne sugárkövetéses
GI-t, RTGI mondjuk, ugye Ray Tracing Global Illumination, ez a szoba ugyanúgy nem lenne, messze nem lenne ilyen sötét, lehetne látni szépen mindent, hogyha realisztikus lenne ugye a megvilágítás, de hát ez ilyen fake. Ja. Ő valamilyen feltaláló, ez a pelikán, azt hiszem pelikán. Aha! Tavasz! Halló? K.O.? Léci? Halló? Jó, akkor... Kicsit körülményesen ment. Haha! Megvan a következő. Na nézzük meg azt a zárkaput akkor. Lássunk valami újat. Azért is tönkreteszem a világításukat. Figyelj már. Jó, hogy ez... Na, mondtam én, hogy ez egy hubvilág. Annyira jól sejtettem. Innen több kaput is ki lehet majd nyitni. Ha az ember megtalálja a rúnákat hozzá. Ezeket láttam itt meg. Egy. Itt hagytam. Akkor itt sem. És lehet ütni a... Nem. Azt ezt elfogadom. Nálad is lekapcsolom a villanyt. Ne égjen feleslegesen, ne pazarold az áramot itten. Még ha bogarakkal világítasz, akkor se pazarold. Pénz! Oké, és akkor... Aha... Itt volt... Ah! Azta! Tehát egy festő vagy. Jaj! Na most be tudunk menni oda. Kukkancsunk be. Én azt mondom.
Oké. Okay. Ne csak a hub világot lássuk. Vajta! Azt mondja, igen, kettő rúna, igen, jó. Nézzük meg! Bemegyünk az erdő mélyére. No one saw? That was lucky. Wouldn't want that on Rutube. Rutube. Ne! Jó. Értem én. Rutube. Értem. Jó. Jeez! Where's the rest of you? Work in progress. Old and mystical method. Spirit walking. Awesome! Maybe I can learn that one day. Maybe. But now, focus. Find the terror. If you need me, I'm here. Igen, a német fejérat az pontos. Az stimmel. Sajnos a magyar nem sikerült ilyen minőségben megalkotni. No offense, tehát... nem piszkálódásból mondom, hanem csak tényeket közlök. Onnan jövök, ugye? Awesome. Ja. Na gut. Jawohl. Jó, hát nyilván ugye a játék legelején vagyunk, itt még nyilván nagyon könnyű mondhatni. Az első pályák nyilván könnyűek. Bomba, was? Megfelelhetszes többel készne egy bőze überraschung. Ach, was? Néhány dobozban el van rejtve bomba. Most úgy fogalmazott ez a rák, hogy gonosz meglepetés. Ugye? Hello Crash Bandicoot, ugye? Ismerjük Crashből ezt a feature-t. Hányja csak? Hogy is volt? Haha! Te, ez nem egy csapda? Ez nekem nagyon medve csapdának tűnik. És ez nem tudom valahogy hatástalanítani? Ez nem Fallout, akkor is. Szimplán csak nem kell beleugrani, gondolom. Így is jó. De és én azt... Nekem honnan kellene látnom, hogy melyik dobozban van bomba elrejtve? Jajjaj. Egyszerű Schweifangriff. Igen, ezt már mondtad nekem, kedves játék. Köszönjük. Az elsőn. Hú, stinker! Fúj, de csúnya! Há, hogy néz ő ki? Alta! Ezeket meg... Fúj! Mi a... Ezek valami gombafajták, vagy nem tudom. Te, ez az izé bánt? Igen! Igen, bánt. Oké. Okay. Azt a cirkusz! Kéne HP-val onnan.
Ez már nem ad többet. De mi van akkor? Nézd csak, itt valami... Na ez már mély víz. Itt nem szabad leesni a vízbe. Igen. Figyeltem ám! Erről van szó. No problemo. Haha. Legalább egy HP-t visszakaptam a háromból. Tehát igazából, ha jól látom, az ilyen világos kék színű víz, azok sekély vízűek. A zöld színű víz, az mély víz. Legalább egyértelműen van jelezve, nincs ezzel gond. Nein! Nein! Hú! Yeah. Kap be! Haha! Dankeschön! Klopf! Egy per négy. Ja, ez izé, ezekkel a fragmentekkel, hogyha 4x4 leszek, akkor kapok egy plusz szívecskét? Tehát nő a HP-n magyarul, ugye? Jó, sejtem! Na, itt visszakapcsolták a fizikát, itt megint lehet rombolni. Érdekes. Ja, látod? Itt megint lehet. A hub világban nem engedte. Te nyilván mutatja, hogy arra mennyi. Jó. Megnéztem, hogy mi van erre. Kap be. Aha! Jával, maximum HP. De jó hely, igen, jó helyen vagyok, mert itt még nem szedtem fel a dolgokat. Itt már vannak ellenfelek is. Froschler! Nem, egy. Aha, a már igen, kihasznál, jó. Hányan jött? Nem. You did well. Thanks a bunch, coach. És akkor ezt, ilyen szinkront akkor miért csináltak? És a rendes dialógusokat miért nem? Tehát, hogy sok dolog van ebben a játékban, amit nem értek. Hogy miért úgy csinálták, ahogy. Nem, az nem. Kaját nem? Nem. Várjál. Ezt nem lehet? Nem. Na ja. Nein! Nein! Hú, majdnem lezutyantam a mély vízbe. Ezeket nem lehet. Ezeket későn veszem észre. Megvan a K betű. Jávol. Ja,
Ez itt egyébként a zsákutca, ha jól lát. Nem, alul tovább lehet menni, oké. Okay. Nem szóltam. De, ezt kérem. Így. Várjál csak itt. Aha. Mély víz van. These gloves really helped me give those frogsters a smacking. I don't see what the fuss is about. They're just normal gloves. You call a powerful artifact normal? A stuffed toy is normal. Hey, you leave Mr. Beaver out of this. Hey, what is that thing? Don't. It's not me. Oh, finally. We could not suffer listening to that boring old fart for a moment longer. So it's true. You really are corrupted. We do not know each other, and yet you are already insulting us. Maybe we shall get along after all. Sorry, I didn't mean to. Oh, and so shatter our hopes once more so soon. Oh. I am the Eternal Gloves, and what you see before you is the Eternal World. Aha. Jó, biztos. Őha. Az ott, vajon ez egy ideiglenes platform? Értem már. Aha. Jó. Jó. Értem. Jó. Értem. Érteni. Menj föl. Hát arra már nem lesz időm azt, igen. Aha, ez egy időkorlátos. Jó, oké, értem. K.O., where were you? You know, taking a stroll in the Eternal World, having a nice talk with the gloves. The Eternal Gloves, to be precise. What? You spoke with the gloves? Your dad did not. Not once. You mean they wanted to talk to me? They chose me. You overestimate. Do not. Be careful with them. In the Eternal World, you are alone. I cannot enter. Jealous? Ez a 140 pénz. Nektek nem olyan furcsa az angol szinkron, olyan... Nekem nagyon gagyinak tűnik. Nem tudom ezt szebben mondani sajnos, olyan... De itt most nincsenek kövek, amiket... Várjál, ez így... Én ezt nem fogom tudni... Aha! Rafinált! Nagyon rafinált! De rafinált! Oké. Okay. Boomerang totem. Was? Und ein Steinkopf und schnapp dir einen ewigen Boomerang zu werfen. Oké. Okay. Várjál. Először... Jó, ez nem robbanós. Ez sem robbanós. Ez sem robbanós. Jó. De figyelj már! Schlag auf den Steinkopf. Na! Az előbb ez nem akart menni. Oh nein! Oh nein! Oh, ich hasse das! Oh nein!
Most nem lehet még egyszer megdobni a resetelni, szóval érted? Mert hogy így most mindenképpen kell várni, amíg letelik az idő, és csak utána lehet újraindítani ezt a visszaszámlálót. Ez így, ez így fura. Szerintem megcsinálták volna inkább úgy, hogy úgy kellett volna, hogy bármikor lehessen resetelni. Na ja. Hát azokat a pénzeket... fuck it. Lett volna rá időm, de... Aha. Mi az ott? Aha! Aha! Oké, klasszikus platforming jön. Mi ez a nagy ha... Mi a túró ez? Jó, ez jó, ez kreatív. Ez nem sokon múlott. Aha, azért a reflex ott volt. Fennkampfröschle... Jaj, de jó! Ez fantasztikus, ennek örülni fogok. És én nem kapok távolsági fegyvert? Nem. Úgy látom, hogy nem. Szép lesz. Na! Jaj, ketten vagytok! Elnézést, kihányok! Mindjárt! Nyugalom! Szavasz! Hello? Bam! Bam! Na, was ist denn los? Got another one! Na, a zenekart is elintéztem. Ők kezdték. Za? Jó! Te föl lehet? Aha. Mist! Hopp, egy életecske! Na várjál! Várj egy kicsit, én arra is tudok menni. És arra is. Most akkor mi van? Kezdek összezavarodni. Most akkor... ott az A betű föl... ott az A betű... ott... Várjál! Jó napot kívánok! Rombolunk! Aha! Azt a leborult! Na, most már tudjuk, hogy jutunk ide föl. És... Fúj, ez nagy pók van, fúj! Na várjál! Most akkor... Hát nézzük meg, hogy... Mi van erre? Mármint... Oké, hogy pókok. Mit tudom... Fúj! Undi!
Azért a reflex megint a... ez a hal lesz kész. ez vicces, ez a nagy hal lesz, ez vicces. Oké, és én ezzel itt mit tudok csinálni? Ez micsoda? Ez a tudsz. Várj az idő, Júj. És mindegyik platform időkorlátos. Hú! Elsőre! Oké, és most? Hát az a lila izével nem tudom, hogy mit kellene csinálni. Mindegy. Menjünk tovább, amerre lehet. Fúj! Undi. Itt föl, ugye? Aha! Jaj, de jó! Már csak az O betű hiányzik. Ne? Ja, hogy ez ilyen hőkövető projektil, hát ez, ennek örülni fogok. Ez itt beomlott, de... ettől talán... aha, még fel lehet jönni. Nem. Na! Adj egyet! Au! Mi történik? Azt a cirkusz! Vigyázni kell a hordóknál, ugye, hogy... jó. Egyébben sem bomba volt. Egy ilyen... ez mi? Ez micsoda? Ütöttem! Csalás, big csalás, ütöttem, megint ütöttem! Csalás! Én ütöttem előbb, akkor miért halok meg? Na jó, ezt ne erőltessük akkor. Jó, ez ilyen kihívás pálya, izé. Jó, ez annyira nem fog hiányozni. Nein!
Na! És mellé ugrik, nézz oda! Onnan hogy tudott mellé ugrani? Na, így kellett volna az előbb is. Ez mi? Ó, értem. Aha! Aha! Nem, nem, viselkedj! Én hogy megyek oda? Várjál már! Hogy megyek oda? Nem mindegy. Innen szerintem sehogy. Ez most se kévíz? Vagy itt most... Amúgy, ha egy mély víz lett volna, az érdekes lett volna, akkor itt nem lehetne tovább haladni. Na megint! Egy ilyen ott maradt. Ciao. Ciao. Jaj, de szép. És ez fogja talán aktiválni, és akkor itt le kell majd menjek? Vagy... Ez most... Időre megy, de ez most pontosan mit csinál? Értem. Megvan az O betű, bibibi. Na, kiraktam a nevét, és ilyenkor mi van? Csak egy O betűért jöttem ide, nem áll. És akkor most? Aha. Igen. Ez egy... jó, lát, oké, jó. Ez egy puzzle. Így. Csak össze kellett kötni a két szélét. Aha, így jutunk itt át. Oké. Ciao. Valamiért... Lilán világított. Gondolom addig él a kombó, feltételezem. Oké. Igen? Bam! Bam! Hoho! Milyen pofonosztások vannak itt.
No. Így. Én minden szétverek. Ennyi, minden szétverek. Ezeket nem lehet innen leszedni? Nem. Ó, a békák adtak egy rúnát. Most elég rúnánk van ahhoz, hogy kinyissuk Terrornak a barlangját. Akárki vagy akármi is az. Zó, és várja. Ja, hogy csak így lehet ezeket leszedni. Aha, de szétütni nem lehet. Jó. És a lámpákat ezzel le lehet vajon? Várja, van még egy olyan. Meg még egy olyan. Nem tudom, hogy ez miért jó. A lámpákat? Nem lehet, oké. És ott a rúna. Már készült a finom vacsi, ahogy látom. Halászlé! Zó! Pálya kész. Egyetlen egy gyémántot hagytam ott, és egy tekercset. Nem baj. Nem baj. Na! Hát kedves emberek, ilyen a Cow the Kangaroo új, mondhatni, remake-je, ha lehet talán így mondani, a legújabb, legfrissebb verzió. Mondjuk úgy, hogy nem egy rossz játék, mert hazudnék, azt mondanám, hogy rossz játék, nem rossz játék, de sok sebből vérzik. Ez egy nagyon-nagyon nagy kihagyó zicser a fejlesztők részéről. Egyrészt szerintem a szinkronnal vannak gondok. Nekem olyan nagyon gagyinak tűnt. Alternatív például német szinkron ezen szerintem fényéveket tudott volna javítani. Pedig Kao dizájnja szerintem tök jó. Igen, ugye az egér problémákról beszéltünk, meg ugye tipikus Unreal Engine-re jellemző shader compilation, és itt-ott még traversal akadások is vannak a játékban. Úgyhogy ez is új rontja a játékélményt. És hát a másik, ami engem nagyon zavar, ugye, hogy a legtöbb dialógust a játékban nem szinkronizálták le. Tehát nyögnek egyet a karakterek, azt annyi, ugye olvasd el a szöveget. Miközben az átvezetőket meg sikerült leszinkronizálni, és ez nekem olyan... Én nem vagyok ennek a rajongója az ilyen dizájnnak. Úgyhogy... ezt a játékot én semmiképp nem fogom továbbvinni, mert nekem nincs ahhoz meg a kellő motiváció, de hát ennek a videó nem is az volt a lényeg, ezt csak szeretem majd megmutatni, hogy van egy ilyen játék is. És aki esetleg kedvet kapott hozzá, az tegyen vele egy próbát. Nem tudom, hogy még a videó publikálásakor nem biztos, hogy már, vagy még ingyenes lesz. Nem tudom. Ja, úgyhogy nekem ezek a nagy problémáim a játékkal. Szinkron, meg némi technikai gondok.
de nem tűnik rossz platformernak amúgy. Tehát ettől eltekintve szerintem amúgy viszonylag úgy elég jól össze van rakva. De majd lesz a csatornán, majd valamikor egy másik platformer, amihez már lesz német szinkron, és azt meg fogom próbálni valószínűleg végigvinni. De minden esetre köszi szépen a figyelmet, és természetesen várom a véleményeteket komment formájában, hogy nektek ez a játék mennyire tetszik, vagy nem tetszik. Játszottatok-e már ezzel, vagy tervezitek-e? Aztán találkozunk majd egy másik videóban. Minden esetre tényleg csak annyit röviden tudom összegezni, hogy kár ezért a játékért, mert ez sokkal, sokkal több is lehetett volna. Nem rossz, de ebben több potenciál volt, szerintem. De lehet, hogy csak én gondolom így. Na minden esetre köszi a figyelmet, szavaztok!